Ki a Bibliátokat a Timóteusnak a második levelénél és a harmadik résznél. Akik ott voltatok a gyülekezeti táborban, és itt voltatok néhány istentiszteleten, lehet, hogy most azt gondoljátok, hogy ez az ige már a könyökünkön jön ki, és unjuk ezt a hitvány eledelt, mindig ugyanazzal a mannával táplálnak bennünket. Ígérem nektek, hogy nem csak erről az ígéről lesz szó, de erről az ígéről mindenképpen szeretnék vagy néhány gondolatot megosztani veletek. Tehát a 2 Timóteus harmadik részénél nyissátok ki a Bibliátokat. Addig, amíg megkeresitek, remélem, hogy hoztatok Bibliát magatokkal, most nem tudjuk kivetíteni az igéket, úgyhogy remélem, hogy hoztatok Bibliát. Addig szeretném nektek elmondani, hogy a mai üzenetnek az a címe, Marika, ez neked is szól, mert nem tudtam még megmondani tegnap este, hogy mi lesz az üzenet címe, de reggelre eldőlt bennem. Szóval az üzenetnek az a címe, hogy a trónok harca. Ez érdekes és izgalmas, és talán a végére majd azt is meg fogjuk tudni, hogy miért pont ezt a címet kapta ez a mai üzenet. Az az igazság, hogy bizonyára ti is értesültök arról a különböző hírforrásokon keresztül, hogy mi az, ami napjainkban zajlik a világban. Nem az érzelmeitekre szeretnék hatni, és nem olyan gombokat szeretnék megnyomni a lelketeken, amik fájdalmat, együttérzést váltanak ki bennetek, de néhány tény mellett nem szabad szerintem említés nélkül elmennünk. Talán tudjátok azt, hogy ezekben a napokban, talán ezekben a percekben is a Közel-Keleten nagyon súlyos dolgok történnek, és Irakban és Szíriában vannak olyan emberek, akik egy eszme követőiként, egy eszme mellett harcolva nagyon sok embert megölnek, megkínoznak. Vannak iszlám hitű emberek, akik nagyon radikálisak a hitükben, és ezt a hitüket, ezt a radikalizmusukat abban élik meg, hogy egy harcot folytatnak az ő általuk szent ügynek gondolt ügy mellett, és nagyon sok olyan embert, aki nem az ő hitük szerint él, azokat egyszerűen erőszakkal kényszerítik arra, hogy az ő hitüket kövessék, vagy pedig egyszerűen csak kivégzik, megölik ezeket az embereket. Nagyon sok különböző vallású, különböző kisebbséghez tartozó ember hal meg a napokban Szíriában és Irakban, és közöttük nagyon sok olyan ember is, akiknek keresztény hitük van, akik Jézus Krisztusban hisznek. És én megmondom nektek őszintén, ahogy látom ezeket a beszámolókat, az első reakciója az embernek az, legalábbis nekem az volt, amikor láttam azt, hogy hogyan végeznek ki keresztény és nem keresztény embereket ezek a harcosok, hogy volt bennem egy nagy felháborodás Istennel szemben, hogy Isten miért engedi ezt. És nagyon sokat gondolkodok ezeken a dolgokon. Azt hiszem, hogy ezen már túl vagyok, hogy Istennek ezt a kérdést tenném fel folyamatosan, hogy Isten miért engedi ezt a szenvedést. De az az igazság, hogy akárhányszor szembesülök a hírekben azokról a dolgokról, amik ott történnek, mindig nagyon nagy hatást gyakorol rám. És sokszor az emberben ott van egy menekülés, hogy egyszerűen nem akarok tudomást venni arról, ami ott történik. És szerintem nagyon sokszor bennünk az van, hogy addig jó, amíg ez nem a mi házunk táján van. Addig, amíg mi biztonságban vagyunk. De ahogy mondtam is az elején, ezek az események a Közel-Keleten történnek, tehát nem a Távol-Keleten, és ezek a dolgok közelebb vannak, mint gondolnánk. És lehet, hogy ha látsz egy embert, aki beteg, látsz egy embert, aki mondjuk halálos beteg, és látod azt, hogy a betegség tönkreteszi a testét, és aztán meghal, akkor csak odáig tudsz eljutni, hogy hálás vagy azért, hogy nem veled történik ez. És örülsz, hogy nem te vagy egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben. És ez egy részben jó reakció, de önmagában édes kevés. Hogyha az ember akkor kap észbe, amikor már beteg, amikor már súlyos beteg, akkor kevésbé tud segíteni saját magán. Az orvosok is szerintem maximálisan egyet értenek abban, hogy a legjobb védekezés az a támadás, vagyis gondolkodnunk kell abban, hogy hogyan tudjuk megelőzni a problémákat. Van helye a prevenciónak, és azt gondolom, hogyha ezek a dolgok megtörténnek ott, akkor ezek az események előbb-utóbb begyűrűzhetnek ide közénk is. Gondolkodhatunk rövid látóan és rövid távon, és én is gondolkodhatnék úgy, hogy amíg én itt a földi életemet élem, addig biztos, hogy Magyarországon ilyen dolgok nem fognak történni. De ha már arra gondolok, hogy a gyerekeimre milyen jövő vár,
hogy a gyerekeim milyen országban, milyen Magyarországon, milyen Európában fognak fölnőni, akkor már van azért a szívemben egy kis kétségbeesés, hogy vajon mi vár rájuk, vajon mivel fognak szembenézni. És hogyha azt mondom, hogy hát igen, a gyerekeim talán még megúszszák ezeket a dolgokat, de abba gondolok bele, hogy van három lányom, és valamikor ők is édesanyák lesznek, és lesznek gyerekeik, és lesznek unokáim, hogy ő rájuk mi vár? És az emberben kialakult egy olyan reakció, hogy a fejét a homokba dugja, és megpróbál nem tudomást venni azokról a dolgokról, amik történnek, de bennem az van, hogy amióta szembesülök ezekkel a hírekkel és ezekkel az eseményekkel, nem tudok nyugodt lenni. Tudok, van békességem Istenben, és van nyugalmam, de nem tudok ugyanúgy, értsétek jól, szórakozni. Miközben tudom azt, hogy más emberek szenvednek, és más emberek gyötrődnek. És azzal kell szembesülnöm, hogyha ezek a dolgok megtörténnek, akkor a hitünknek, abban, hogy mi Istenhez tartozunk, abban, annak, hogy mi Jézus Krisztusnak a követői vagyunk, nagyon nagy tétje van. És egyáltalán nem mindegy az, hogy hogyan élünk. Nagyon nem mindegy az, hogy hogyan éljük meg a hitünket, hogy hogyan vagyunk Jézus Krisztusnak a követői. És lehet, hogy sokszor megfordul bennünk az a gondolat, tudjátok, hogy Európa és a nyugati kultúra, a nyugati keresztény társadalom és az Egyesült Államok nem fogja engedni, hogy mi áldozataivá váljunk ilyen dolgoknak. És tudjátok, eszembe jut, még emlékszem általános iskolás koromban, nagyon szerettem az Egri Csillagok című könyvet, és szerintem minimum 10-szer elolvastam. Az egyik kedvenc olvasmányom volt, és amikor már tudtam olvasni, első osztályos voltam, azonnal a kezembe vettem, mert annyira szerettem ezt a könyvet, és nagyon sokszor elolvastam. És fölidőződnek bennem azok a gondolatok a könyvből, amikor ott vannak az egri várvédők, és minden pillanatban várják, hogy majd a császár küldi Bécsből az erősítést, meg a király. És várják, 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 és úgy harcolnak végig, hogy soha nem érkezik erősítés. Csak saját magukra számíthatnak. Ott van bennük egy pici reménysugár, hogy talán vagyunk olyan fontosak a nagy uralkodóknak, a nagy királyoknak, hogy majd segítenek rajtunk, mert szerettek minket, mert fontosak vagyunk nekik. És valójában fontosak voltak, de abban csak, hogy föltartóztassák azt, amit ők nem akarták, hogy elérje őket. Azt a ugyanúgy, mint napjainkon azt az iszlám hordát, ami végül ugye a második ostrom alkalmával, erről már nem ír a könyv, bevette Egernek a várát. Szóval én azt szeretném nektek mondani, hogy nem kell, hogy illúzióink legyenek a jövővel kapcsolatosan. Egy biztos, hogy Jézus Krisztusra, ami megváltónkra és ami Úrunkra számíthatunk. És hogyha abban gondolkodunk, hogy hogyan tudunk előrefelé menekülni, akkor, és azon gondolkodom, hogy milyen jövőt szeretnék a gyerekeimnek. Azon gondolkodom, hogy mit szeretnék, hogy milyen országban nőjenek föl, hogy milyen Európában nőjenek föl, akkor két tanácsot tudok adni saját magamnak is, meg nekik is. Az egyik az, hogy evangélizálni kell. Hogy hirdetni kell a Krisztusnak a beszédét, a Krisztusnak az evangéliumát, mert az embereknek szükségük van arra, hogy megtérjenek. És a másik dolog, amit magam előtt látok, az pedig az, hogy a hitünket helyre kell állítani. Hogy nagyon sok mindent, sok olyan igazságot, amiben hiszünk, amiben hittünk, le kell porolni, meg kell ezekben újulnunk, és fontos, hogy a hitünk újból megteljen élettel. És arról szeretnék ma beszélni nektek, hogy Isten milyen lehetőségeket tár elénk, milyen lehetőségek vannak a kezünkben, milyen elképesztően nagy lehetőségek vannak a kezünkben, hogy a hitünk valóban élővé váljon. És hogy ne érezzük úgy magunkat, hogy kiszolgáltatottak vagyunk. Énekeltük az előbb ezt a dalt, nagyon tetszett, hogy megváltóm él. És tudjuk ezt a dalt rémunalmasan énekelni. És tudjátok, arra gondoltam, biztos ti is olvassátok ezeket a sztorikat, amik történnek a Közel-Keleten. Aztán persze lehet azt mondani, hogy ki tudja, mi ebből az igazság, de sajnos nagyon sok valóságos dolog van. Amikor csak két esetet szeretnék nektek említeni, amikor egy teljes falunak a keresztény lakosságát kiirtották, ez 2-3 hete történt, vagy egy hónapja, és volt egy fiatalember, aki megmenekült, el tudott bujdosni. És volt neki egy muszlim barátja, aki 14 napon át minden éjszaka kijárt, 12 napon át kijárt hozzá, és ételt és italt vitt neki. És utána szerzett neki egy szamarat,
és azon a szamáron át tudott menni Iraknak arra a területére, ahol már nem az iszlám állam uralkodik, és megmenekült az élete. Olyan sztorik ezek, mintha a Bibliából léptek volna ki. Mintha valami kalandfilmből jönnének ezek elő. De a valóság az, hogy ezek a napjainkban történnek. Vagy ott van az a másik történet, biztos ezt is olvastátok, amikor elfogtak egy helyen nagyon sok férfit, és módszeresen 10-20 embert, akik fogva tartva voltak, minden nap kivégeztek. És volt egy fiatalember, aki rákerült a sor, és a 10-20 cellatársával együtt falhoz állították őket, és nem jól célzott a kivégző osztag, és egy isteni sugallattól vezérelve ledobta magát a földre, mintha meghalt volna. És órákig ott feküdt mozdulatlanul, és amikor úgy érezte, hogy már semmi mozgás nincs körülötte, akkor fölmert állni, és akkor elmenekült. Így úszta meg azt, hogy ő is meghaljon. És amikor ezekkel a dolgokkal szembesülünk, és arra gondolok, hogy vannak ott keresztény emberek, vannak ott Krisztus követő emberek, akik látják, hogy a saját gyerekeiket kivégzik a szemük előtt. Amikor a keresztények számára az a legnagyobb megalázás, hogy keresztre feszítik őket, és úgy halnak meg, mint Jézus Krisztus. Így akarják őket megalázni. Akkor arra gondolok, hogyha ezek az emberek éneklik azt, hogy a megváltóm él, ennek sokkal nagyobb súlya és jelentősége van. Nem arról szól, hogy a megváltóm él, hogy én itt ebben a világban komfortosan be tudjak rendezkedni. Hanem arról a reménységről szól, hogy bár most itt a Földön élünk, de örökké fogunk élni Istennel. És hogy várunk egy olyan uralkodást, egy olyan országot, ahol Jézus Krisztus lesz a király. És ahol békesség fog uralkodni, és ahol igazság fog uralkodni, ahol a szeretet fog uralkodni. És azt gondolom, hogyha ezekbe a dolgokba úgy beleérzünk, akkor fontos az, hogy a hitünk megújuljon. És azokat a dolgokat, amiket mondani fogok, nem úgy mondom, hogy szeretetlenség van bennem, hanem inkább, sokkal inkább szeretet. És sokkal inkább inspirálni és bátorítani szeretnélek titeket arra, hogy éljük meg a hitünket, hogy rendezzük a kapcsolatunkat Istennel, hogy újítsuk meg a hitünket, az ima életünket, az igével való kapcsolatunkat, mert igazából ez az egy út van előttünk. Ugye történnek ezek a szomorú események Közel-Keleten, és biztosan ismeritek ezt a kifejezést, hogy dzsihád. Nagyon érdekes ez a szó, ez az iszlámban egy nagyon fontos kifejezés, ami azt jelenti, hogy igyekezet, törekvés. Azt is jelenti, hogy harc, de alapvetően azt jelenti, hogy igyekezet és törekvés. Ez is már nagyon beszédes. Hogy nagyon sok emberben, akik iszlám hitűek, ott van egy igyekezet és ott van egy törekvés. És sok emberben őszintén ott van. Az elmúlt héten volt Isten kegyelméből szerencsém egy iszlám országban lenni, és ott beszélgettünk több muszlim hitű emberrel. És azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok olyan ember van, akik őszintén törekednek egy Istennek, akit ők alaknak hívnak megfelelni. És ebben az iszlám hitben is ez a dzsihád sokféle törekvést és sokféle igyekezetet, sokféle háborút jelenthet. Jelentheti először is a szívnek és a léleknek a harcát, az igyekezetét, ami harcol a szívében, a saját életében jelenlévő gonoszsággal szemben. Aztán jelentheti ez a nyelvnek a dzsihádját, a nyelvnek az igyekezetét, akaratát, harcát, amikor terjeszti a hitét, azokat a tanokat, amiben hisz, és ezzel harcol az általa vélt igazság mellett. Aztán jelentheti a tollnak és tudásnak, vagy a tanulmányozásnak a dzsihádját, amikor valaki igyekszik és törekszik arra, hogy az általa szent írásoknak vélt könyveket tanulmányozza, és abból a hitét, abból a meggyőződését, abból az identitását erősítse. Aztán lehet ez az igyekezet, ez az akarat, ez a szándék, ez a harc, ez a háború, a kéznek a dzsihádja, ami azt jelenti, hogy jó dolgokat viszek véghez. Időseket ápolok, rászorulókon segítek, adakozok. És van ennek egy ötödik formája, ez pedig a dzsihád a kard által. Tehát amikor az iszlám hitű emberek kard által, erőszakkal harcolnak az általuk vélt igazság mellett. És amit látunk a Közel-Keleten megtestesülni, az gyakorlatilag ez a fajta radikalizmus,
És nagyon sok emberben egy hihetetlen igyekezet, egy törekvés és egy akarat van, hogy az általa igazságnak tartott ideológiák mentén harcoljon. Nekem az a meggyőződésem, hogy itt nem egyszerűen egy ideológiáról van szó, hanem egy ideológia mögött húzódó hitről, ami a sátántól származik, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. És ennek a manifesztálódását látjuk azokban az eseményekben, amik itt történnek, de nagyon érdekes az, hogy ami miatt ezek az iszlám emberek dzsihádot hirdetnek és kardáltal háborúznak, több helyen úgy fogalmazzák meg, hogy a törekvésüknek az a célja, hogy a nyugati szennyet kisöpörjék, hogy harcoljanak a hitetlenség ellen, hogy harcoljanak a törvénytelenség ellen. Az erkölcstelenség ellen. Az más kérdés, hogy ők mennyire erkölcsös életet élnek. De ez van bennük. És ha ez van bennük, és azt tapasztaltuk mi is, amikor ott voltunk ebben az iszlám országban, hogy sok iszlám hitű embert irritál és bánt a nyugati keresztény társadalomnak a prűdsége, az erkölcstelensége. Azzal szembesültünk, hogy iszlám hitű családok ott vannak a medence partján, vagy a tenger partján, és a nők tetőtől talpig csadorban fürödnek, épp hogy a szemük kilátszik, és jönnek az európai nők, és bikinibe vonulnak végig a terepen, és hát ugye nyilván ezek a férfiak is húsból vannak. Szóval ezek az iszlám férfiak, és biztos, hogy hat rájuk ez a dolog, de az is látszik, hogy a szemükkel meg tudnának ölni. Ilyenkor. Szemükkel meg tudnák ölni azokat az embereket, akik ennyire elkölcstelenül élnek. Akik ennyire semmibe veszik az ő istenüknek az akaratát, és az ő törvényeiknek a rendelkezéseit. Biztos, hogy ott is van sok alkoholista ember, bár elvileg az iszlámok nem isznak. És beszélgettünk egy idegen vezetővel, és megkérdeztem, ő magyarokkal foglalkozott, és megkérdeztem, hogy miért a magyarokat választotta. És azt mondta, hogy azért, mert a nagybátyja oroszokkal dolgozik, és azt mondta, hogy ha oroszokkal kell dolgozni, akkor ő inkább soha nem akar dolgozni. Azért, mert ők annyira gátlástalanok, most hogy próbálnám azt szebb szóval kifejezni, hogy bunkók. Szóval, hogy nem veszik figyelembe a többieket. És azt mondja, még egy dolgot mondott, azt mondja, és hogy reggeltől estig részegek, mint a disznók. És ők pedig nem isznak, és ez nagyon irritálja őket. És láttam azt, ahogy ezek az iszlám hitű pultusok szolgálják ki ezt a sok orosz embert, akik reggel már a töménnyel indítanak. És látszott a megvetés a szemükbe, hogy mi ez a söpredék? Ez az erkölcstelen nép. Mit akarnak ezek itt? Az más kérdés, hogy ők mennyire tudnak erkölcsi értékeket felmutatni sok szempontból, de ez az ellentét mindenképpen ott feszül. És hogyha ez így van, akkor nyilván nem az ő ítéletük kell, hogy bennünket befolyásoljon, de mégis egyfajta tükröt tart ez elénk. Ugyanis a kereszténység nem ez. A kereszténység szabadság, de a kereszténység egy olyan szabadság, amikor te hitből egy krisztusi életet élsz. Amikor te hitből tudsz egy tiszta életet élni. Az Istennek az ereje által. Krisztus miatt. És hogyha erre gondolunk, akkor már is megértjük, hogy miért nyúlunk megint a Timóteus második leveléhez, és annak is a harmadik részéhez, amit remélem, hogy azóta megtaláltatok. Nem szeretném az egész részt felolvasni, csak a leglényegesebb dolgokat. Emlékeztek rá, hogy a táborban is beszéltünk arról, és azóta több istentiszteleten, hogy az utolsó időknek az egyházáról szól ez az ige szakasz. És olyan dolgokat sorol föl, amik nem a világban jelennek meg csupán, hanem ami a legszomorúbb, hogy az egyházban. De azt is látjuk, és ezt azért mondom, azért bocsátom így előre, hogy nem kárhoztatni szeretnék bárkit. Szóval azt is látjuk, hogy van megoldás, hogy Isten az ő egyházát megszenteli, és hogy van lehetőség arra, hogy a szívünk megforduljon. Szóval így jellemzi az utolsó idők egyházát, ugye Pál Timóteusnak. Értsd meg, hogy az utolsó időkben nehéz lesz helytállni.
Az emberek ugyanis énközpontúak lesznek, akik csak magukat és a pénzt szeretik. Dicsekvők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról. Szüleiknek nem engedelmeskednek, hálátlanok és istentelenek. Hiányozni fog belőlük a mások iránti szeretet, nem akarnak majd megbocsátani. Szívesen mondanak rosszat másokról, mértéktelenek és féktelenek lesznek, akik gyűlölik a jót. Elárulják majd a barátaikat, gondolkodás nélkül vakmerően cselekszenek, büszkék lesznek és nem Istent szeretik, hanem inkább az élvezeteket hajszolják. Ekközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát, de a valódi Isten félelem erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől, Timóteus. Nagyon sokat beszéltünk már erről, én csak három érdekes dolgot kiemelni ebből a jellemzésből, ami az utolsó idők egyházának reménységem szerint csak egy részéről szól, vagy egy olyan részéről, amit Isten megújít és megváltoztat. Az első, hogy az emberek ugyanis énközpontúak lesznek, akik csak magukat és a pénzt szeretik. Tehát azt mondja a Biblia, hogy az emberek énközpontúak lesznek, akik csak magukat, tehát kizárólag magukat szeretik, és a pénzt. Tehát elsősorban az érdekli őket, hogy mi a jó nekik. Addig, amíg itt nincs baj, addig Magyarországon, addig mit érdekel engem, hogy mi zajlik Közel-Keleten? Addig, amíg nekem jó dolgom van, mit érdekel engem, hogy mással mi történik? Azt mondja a Biblia, hogy csak önmagukat szeretik, és még egy dolgot, a pénzt. Mi a baj? Baj az, hogyha az ember felismeri azt, hogy szüksége van a pénzre? Ez önmagában nem baj. A pénz egy kiváló eszköz arra, hogy nagyon sok mindenkin segíts. A pénz egy kiváló eszköz arra, és ismerek ilyen embereket, akik arra használják, hogy mások felé a szeretetüket, mások felé a segítő szándékukat kifejezzék. De a pénz nagyon sok esetben csak egy olyan eszköz, ami azt a célt szolgálja, hogy nekem jobb legyen, hogy nekem még több legyen, hogy én még jobban élvezhessem az életet, hogy az én életem még szebb, még boldogabb, még kiteljesedettebb legyen. Aztán a második dolog, amit ki szeretnék emelni ebből a jellemzésből így szól, hogy hiányozni fog belőlük a mások iránti szeretet, nem akarnak majd megbocsátani. Ha belegondoltok, mind a kettő dolog, amit eddig mondtunk, szöges ellentétben áll azzal, amit Krisztus hirdetett. Krisztus azt hirdette, hogy szeresd magadat. Erre mutatott példát. Ha megnézitek, Jézus Krisztusnak az élete nem arról szólt, hogy ő hogy szereti saját magát, hanem miről szólt az ő küldetése és a keresztje. Arról, hogy hogy szeret minket. Azt mondja János 3.16, mert úgy szerette Isten saját magát. Nem. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök életet legyen. Örök élete legyen. Tehát arról szólt Krisztusnak a tanítás, hogy hogyan tudom szeretni a többieket. És ehhez képest mit mond Pál Timóteusnak, hogy mi jellemzi az utolsó idők egyházát? Hogy hogyan tudom szeretni saját magamat? Aztán ugye a második dolog, amit kiemeltem, hogy hiányozni fog belőlük a mások iránti szeretet, ugye ez gyakorlatilag ugyanaz, mint amikor önmagunkat szeretjük, és azt mondja, hogy miben teljesedik ez ki többek között, hogy nem akarnak majd megbocsátani másoknak. Krisztus mit jött hirdetni? A megbocsátást, a kegyelmet, azt, hogy a bűnök meg vannak bocsátva. És mit mond az ige, hogy az egoizmus, az énközpontúság mit hoz létre az embereknek a szívében, hogy nem akarok megbocsátani. Különbség van a között, amikor nem tudsz megbocsátani, és Isten abban is tud segíteni neked, hogy a megbocsátás megérlelődjön a szívedben, és egy valósággá váljon, és felszabadulj annak a súlya alól, hogy nem tudsz másoknak megbocsátani. De van egy gonoszság az embereknek a szívében, amikor azt mondja valaki, hogy nem akarok megbocsátani. Nem akarok. Hallani sem akarok arról, hogy megbocsássak. Miért? Azért, mert ha meg akarok bocsátani másnak, akkor kikerülök én a középpontból. Gyakorlatilag olyan dolgokkal jellemzi Pál Timóteusnak az utolsó idők egyházát, ami szöges ellentétben áll azzal, amit Krisztus valójában hirdetett. Aztán a harmadik dolog, amit ki szeretnék emelni, hogy és nem Istent szeretik, hanem az élvezeteket hajszolják. Én azt gondolom, hogy az utolsó időkben, talán most már tényleg, az biztos, hogy még soha nem voltunk olyan közel az Úr visszajöveteléhez, mint a mai napon,
De az biztos, hogy egyértelműen látjuk, hogy legalábbis ez a nyugati társadalom, amiben mi élünk, ez a nyugati keresztény társadalom, vagy itt Kelet-Közép-Európában, vagy Közép-Kelet-Európa, a középpontjában a szórakozás áll. Az embereknek az élet célja az az, hogy hogyan tudnék az életemben a lehető legtöbbet szórakozni. Hogy tudnám a lehető legjobban érezni én saját magamat. Hogy tudnám a legtöbb örömöt megszerezni a magam számára. És nagyon-nagyon komoly értékek, amik egyébként az isteni rendszerint felemelik az embernek az életét, lealacsonyodnak erre a szintre, hogy hogyan tudnám magamat még jobban szórakoztatni. Hogyan tudnék jobb életet élni. Nagyon sok embernek a munkája arról szól, hogy pénzt szerezzek ahhoz, hogy tudjak szórakozni. Én, amikor elkezdtem a felnőtt pályafutásomat, többféle munkát végeztem, és emlékszem arra, hogy volt egy időszak, amikor tanítottam, és zenét tanítottam, hegedűt tanítottam, mert zeneművészként és hegedű tanárként végeztem zeneművészeti főiskolát, és azzal kellett szembesülnöm, hogy nagyon sok gyerek utál hegedülni. Hegedülni, megtanulni nagyon nehéz. És hogyha te nem vagy egy elképesztően jó tanár, akkor nagy eséllyel a gyerekek nem fognak szeretni hegedülni, mert nagyon nehéz megtanulni. És az életüknek egy, én nagyon sok ilyen embert ismerek, munkámból, addigi munka, vagy akkori munkámból adódóan, az életének egy kudarca az, hogy ő hegedűt tanult. És amikor én ezzel szembesültem, akkor rá kellett jönnöm, hogy én ezt a munkát nem tudom élvezni. És akkor azzal szembesültem, hogy az én munkám az gyakorlatilag egy dologról szól, mert nem élvezem, hogy pénzt szerezzek. Nem arról szól, hogy kreatív legyek, hogy örömöt találjak a munkában, hogy az, hogy Isten az ő saját képére és hasonlatosságára engem is kreatív lényé teremtett, megnyilvánuljon a munkámban, hanem egyetlen egy dologról szól, hogy pénzhez jussak, hogy az, amire nekem szükségem van, a szükségleteim és az élvezeteimet meg tudjam szerezni. És ez egy nagyon-nagyon lealacsonyodott színvonalú élet. Amikor az ember csak azért dolgozik, hogy magát tudja szórakoztatni. Amikor nem valóság és nem hit a szívében az, amit Isten a 10 parancsolatban kijelentett, hogy 6 napon át dolgoz. És a 7. napon pihenj. Így lettünk megalkotva. És akkor tudunk harmóniába lenni, hogyha így éljük az életünket. Vagy azt is tapasztaltam, egyszer utaztam egy buszon, és mögöttem ült két fiatal lány, és beszélgettek egymással, és azt mondta az egyik a másiknak, hogy mi eldöntöttük a férjemmel, hogy nekünk nem lesz gyerekünk. Mert nem lesz időnk moziba járni, színházba, anyámékat is láttam, az egész életük arról szólt, hogy a gyerekeket fölneveljék, soha saját magukra nem volt idejük, és nem élvezték egyáltalán az életet. Úgyhogy mi eldöntöttük, hogy nem leszünk, nem kell nekünk gyerek. És úgy legszívesebb, hogy fölálltam volna, és lekevertem volna egy nagy pofont, ugye az első harci indulattól vezérelve, hogy és mi lett volna, ha te édesanyád is így gondolkodott volna? Akkor most hogy beszélgettél itt a buszon arról, hogy neked nem lesz gyereked? És vannak olyanok, akik szülnek gyereket, és az is, most értsétek jól, én nagyon tisztelem, én is édesapa vagyok, az embereknek a szülői érzelmeit és indulatait, de sokszor azt látom, hogy az is egy ilyen nyugati európai romantikával leöntött, mázzal leöntött dolog, hogy a gyerek is azt a célt szolgálja, hogy megtapasztaljam azt, hogy milyen szülőnek lenni, és valami magasabb rendű életem legyen, és a gyerek is egyfajta önmegvalósítás sokszor szülőknek az életében. És nem az áldozatvállalásról szól. Egy nagyon érdekes dolog, a fiataloknak levetítettünk egy kis dokumentumfilmet az IFI táborban, ami arról szólt, hogy az iszlám hitű emberek között a növekedési ráta egy családon belül az egyfőre jutó gyermekek száma olyan 7-8 körüli átlagot mutat. Míg Európában 2 alatt van. És a statisztikák azt mutatják, hogy nem kell itt semmiféle dzsihád, meg egyebek, hogyha ez így folytatódik, akkor egyesek azt feltételezik, hogy 35 év és Franciaország iszlám köztársaság lesz. Ezt nem kell nagy matek tudósnak lenni, csak egyszerűen ki kell számolni.
És azért van ez, mert a mi keresztény Nyugat-Európánk és Közel-Kelet-Európánk, ami az önfeláldozó krisztusi hitről szól, az valójában arról szól, hogy nem vagyok hajlandó áldozatot hozni, és gyerekeket vállalni, mert akkor hogy leszek én boldog? És miről szól ez? Hogy az emberek a jelenvaló világban hisznek, és a jelenvaló boldogulásban hisznek, és nincs ott bennük az Ábrahámnak a hite, hogy várunk egy eljövendő várost, hogy örökké fogunk élni. És az a pillanatnyi helyzet, amiben vagyunk most, csak egy átmeneti állapot. És nem ez a végállomás. Ez csak az az állomás, ahonnan elindulunk. Ez még csak a kilövő állomás. És nem ez a végállomás. De mégis az itatja át azt a fajta hitetlenség, ezt az európai kultúrát, hogy az a biztos, amit ma meg tudok magamnak szerezni. És ez valahol, ha belegondoltok, egy döbbenet. Szóval ezt jellemzi Pál apostol Timóteusnak itt, és azt is látjuk, hogy aztán később jön egy válasszal, jön egy megoldással, és igazából én erről a válaszról és erről a megoldásról szeretnék beszélni. De mielőtt még erre rátérnék, csak egy apró kis adalék. Jöttem ma reggel az istentiszteletre, és 9 óra 10-kor itt voltam. És próbáltam, képzeljétek el, parkolót keresni magamnak. De nem találtam. Alig tudtam, csak nagyon távol a Lurdi háztól találtam magamnak parkolóhelyet. Tudjátok miért? Azért, mert a gyülekezet itt volt már. És már üres helyek nem voltak itt a székeken. És keresnem kellett, hogy hol találok helyet. Arra gondoltam, hogy jobb lett volna este ide jönni és lerakni egy székre a Bibliámat. Hát, ha találok helyet. De nem ez volt az oka, hanem az, hogy ott szemközt elkezdődött reggel egy agykontroll tanfolyam, és a parkoló teli volt. És nem találtam magamnak helyet. Azért, mert ezek az emberek fölkeltek vasárnap korán reggel, mert azt gondolják, hogy amit ott kapnak, az majd meg fogja változtatni az életüket. Hogy az majd összeköti őket valami olyan természetfeletti valósággal, ami segít nekik abban, hogy az életükben a megváltozhatatlannak hit dolgok megváltozzanak. Van nekik egy hitük. Van nekik egy reménységük. És megmondom őszintén, egy kicsit megalázó volt arra gondolni, hogy nem az én drága hittestvéreim foglalták el előlem a parkolókat, hanem ezek az emberek, akik lelkesednek valamiért. De ezt most ne értsétek félre, nem azért mondom, hogy törvénybe iktassuk, hogy itt kell lenni 4:10-kor az istentiszteleten. Vagy legalább 10-kor itt kell lenni. Mert ha ezt tesszük, akkor ugyanúgy egy olyan életet élünk, ami a kegyességnek a látszatát megtartja ugyan, de hit nincs a szívben. Isten viszont azt szeretné, hogy hitáltal éljünk. Azt mondja a Biblia, hogy hitáltal lehetetlen Istennek tetszeni. Hiába próbálsz te igyekezni. Próbálsz egy saját dzsihádot megcsinálni. Ott van benned az igyekezet és az akarat. Ha nincs benned hit, nincs benned hit az Isten szeretetét, az Isten jóságát, az Isten szentségét, az Isten tökéletes akaratát illetően, akkor az egész nem ér semmit, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. De éltem már meg olyan időket, amikor hitből ott voltunk időben az Isten tiszteleteken. Mert vártuk azt, hogy belépjünk az Istennek a jelenlétébe. És tudtuk azt, hogy a legfontosabb az dolog az életünkben, hogy ott lehetünk az Isten jelenlétében. Ahol Isten betölt bennünket az ő szellemével, és ahol az ő igéje megérint bennünket, és az igéje megváltoztatja az életünket. Na ezt csak úgy zárójelbe szerettem volna elmondani, ezek a ma reggeli élmények. És akkor nézzük azt, hogy Pál apostol milyen választ ad Timóteusnak. Igazából a 14. verstől tér rá erre, amikor azt mondja, hogy te azonban, Timóteus, tarts ki amellett, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hogy igaz. Hiszen jól ismered azokat, akiktől ezeket tanultad. Már gyermekkorod óta ismered a szent írásokat is, amelyekből megértheted, hogy az üdvösség a Krisztus Jézusba vetett hit által érhető el. Istentől származik az egész írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen, minden tekintetben felkészült, és alkalmas mindenféle jó munkára. Tehát mi a megoldás a Pál apostolnak Timóteus számára, hogy vissza az írásokhoz, elő az igével. És az elkövetkezendő időszakban szeretnénk azt, hogyha a gyülekezetünknek a hite meg tudna újulni az Isten igéjében. Az Isten igéjének az erejében, az Isten igéjének a hatalmában, az Isten igéjének a tekintélyében.
Amikor egy közösségben, amikor egy embernek a szívében felértékelődik az Istennek az igéje, akkor a dolgai elkezdenek helyreállni. Az élete elkezd helyreállni. Amikor az Isten igéjébe vetett hit megújul az embereknek a szívében, akkor az embereknek az élete megváltozik. És azt látjuk itt az igéből, hogy Pál apostol pontosan ezzel a válasszal jön elő Timóteus felé, hogy elő kell venni az írásokat. És használni kell. Aztán majd vissza fogunk térni arra, hogy mit mond még Pál Timóteusnak, de szeretném azt egy kicsit, biztosan ismeritek jól ezt az igét, de egy kicsit újból megvilágítani számotokra, hogy hogyan is történik ez. Hogyan történik az, hogy az Istennek az igéje rendbe tesz bennünket. Lapozzatok egy következő igéhez, nem fogjuk ezt kivetíteni, majd két fordításból is el fogom olvasni, először az egyszerű fordításból, a Péter első leveléhez, azon belül is az első részhez, tehát 1 Péter 1. És a 22. verstől olvasom az igét. Így szól. Mivel engedelmeskedtetek az igazságnak, ezzel megtisztítottátok lelketeket. Most tehát éljetek képmutatás nélkül, őszinte testvéri szeretetben. Isten szeretetével, tiszta szívvel és teljes erőtökkel szeressétek egymást. Újjászülettetek, de az új életetek már nem halandó forrásból származik, mint a földi élet, hanem halhatatlanból. Ez a forrás pedig Isten beszéde, amely élő és örökké érvényes. Ahogyan az írás mondja, minden ember olyan, mint a fű, és minden emberi dicsőség, mint a mező virága. Elszárad a fű, lehull a virág, de az örökké való beszéde mindig érvényes marad. Ezt a beszédet hallottátok ti is, amikor az öröm üzenetet hirdették nektek. Szeretném felolvasni ezt az ige szakaszt a Csia fordításból is. Tudom, hogy kevesen hoztatok ilyet, úgyhogy kérlek titeket, hogy nagyon figyeljetek, mert nagyon sok fontos igazság van ebben. Hát így szól a Csia fordítás szerint ez az ige szakasz. Miután lelketeket az igazságnak való engedelmeskedésen át, szent tisztasággal megtisztítottátok arra, hogy a testvéreket képutatás nélkül kedveljétek, szeressétek egymást szívből, megfeszülten, miután újra születtetek, és pedig nem rothadó magból, hanem az Isten élő és megmaradó beszédén keresztül. Mert minden hús olyan, mint a fű virága. Annak minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Elszárad a fű, lehull a virága, de az Úr beszéde pedig örökre megmarad. Ez az örökké megmaradó beszéd pedig ugyanaz, mint amelyet nektek örömüzenetként hirdettek. Nagyon-nagyon sok fontos igazság van ebben az ige szakaszban. Először is a legfontosabb dolog, hogy ige nélkül nincsen új élet. Ha nincs vetés, akkor nincs aratás. Ha nincs mag elvetve, akkor nincs élet. És az új életet, a Krisztusi életet csak az ige képes létrehozni. Beszéltem nektek arról, hogy két dolgot látok magam előtt. Az egyik az, hogy bizonyságot kell tenni, evangelizálni kell. A Krisztusnak a hitét terjeszteni kell. És fontos igazság, hogy bizonyságtétel nélkül nincs megtérés. Tehát bizonyságot kell tennünk, hirdetnünk kell az Istennek az igéjét. És a másik fontos igazság, hogy ige nélkül nincsen új élet. Ige nélkül nincsen új élet. Az ige az, amiben benne van az Istennek az örökké való élete. Az Isten igéje az a romolhatatlan mag, ami egyedül képes egy új rendszert behozni az életedben. Egy új valóságot teremteni benned. És azt is látjuk itt az igéből, hogy mit jelent ez az új élet. Miben más ez az új élet, mint az addig megszokott. Ezt egész jól jellemzi mind a két felolvasott részt. Idézném a Csiát. Azt mondja, hogy miután lelketeket az igazságnak való engedelmeskedésen át, szent tisztasággal megtisztítottátok arra, figyeljetek, hogy a testvéreiteket képmutatás nélkül kedveljétek. Tehát miről van itt szó? Azt mondja az ige, hogy az első lépés, hogy befogadod az Istennek az igéjét, ami egy romolhatatlan mag, az Istennek a beszédét. És az Istennek a beszéde táplálja benned ezt az új életet. Elcsépelt igazság, hogy amit eszel, azzá leszel. És amivel táplálod a lelkedet, olyan lesz a lelked. És hogyha az Istennek az igéjével táplálod a lelkedet és a szellemedet, akkor ott isteni élet fog benned létrejönni. És azt is megmondja a Biblia, hogy miről szól ez az új élet. Azt mondja, hogy a testvéreinket képutatás nélkül kedveljük.
Mit jelent ez? Úgy mondja a másik fordítás, ezt is szeretném azért idézni, hogy most tehát éljetek képmutatás nélkül őszinte testvéri szeretetben. Tehát valódi szeretetben, képmutatás nélküliben, ami nem olyan, mintha az lenne, hanem valóságos. Tehát nem élünk őszinte képmutatás nélkül való önmagunk szeretetében, hanem abban élünk, hogy őszintén képmutatás nélkül szeretjük egymást. Nagyon érdekes, hogy a Csia először úgy fordítja, hogy kedveljétek egymást, és utána tovább megy, azt mondja, hogy szeressétek egymást szívből, úgy mondja a másik Biblia, hogy isteni szeretettel, ami az agapé szeretet, ami a feltétel nélküli önfeláldozó szeretet, és itt mond egy nagyon érdekes dolgot ez a fordítás, azt mondja, hogy megfeszülten. Tehát ez nem azt jelenti, hogy erőlködsz kegyetlenül, hogy majd megfeszülsz, hogy tudjad szeretni a másikat, hanem azt jelenti, hogy szereted úgy az embertársaidat, ahogyan Krisztus szeretett téged. Krisztus hogy szeretett téged? Megfeszülten. Úgy, hogy az életét odaadta érted. Hogy letette az életét érted. Voltam nemrégen egy mennyegzőn, ahol az örömapa azt mondta, hogy a szeretet az arról szól, hogy áldozatot hozol a másikért. A szeretet nem arról szól, hogy mit tudsz kivenni a másikból, hogy mi az, amiben ő hasznot tud hajtani neked, hanem a szeretet arról szól, hogy hogyan tudsz áldozatot hozni a másikért. Amikor te áldozatot hozol a másik emberért, akkor az a másik ember pontosan meg fogja érezni és meg fogja tapasztalni azt valóságosan, tehát nem képmutatással, hanem képmutatás nélkül, hogy szereted őt. Hogyha megérti egyetlen egy ember is, hogy mi történt a kereszten, hogy ott az Isten mit tett értünk, hogy Krisztus mekkora áldozatot hozott értünk, akkor már is fölfogod azt, hogy Isten mennyire szeret téged. És már is fölfogod azt, hogy az Isten mennyire szereti a másik embertársadat. A Szent Szellem mindig erről tesz bizonyságot. És azt látom, hogy az apostoloknak a küldetésében és igehirdetésében is ez egy nagyon lényeges dolog volt, hogy megértsék az emberek, hogy mi történt a kereszten, hogy mi az az isteni szeretet, amit Krisztus ott bemutatott. Pál apostol azt mondja a galatáknak, amikor el akarnak térni ettől az evangéliumtól, hogy úgy írtuk le előttetek a Krisztusnak a halálát, mintha a szemeketek előtt feszítették volna keresztre. Annyira jól elmondták, olyan volt, mintha akkor nem voltak még rá eszközeik, mintha egy tökéletes Jézus élete vagy passió filmet levetítettek volna nekik. Azért, hogy megértsék azt, hogy az Isten mennyire szereti őket. És azt mondja a Biblia, hogy az az új élet, amire az Istennek az igéje újjászül bennünket, az ez az élet, ami erről szól, ami erről a krisztusi szeretetről szól, ami erről az isteni szeretetről szól, ami nem arról szól, hogy mi hogyan tudjuk szeretni magunkat, hanem Krisztus hogyan szeretett bennünket, és hogy Krisztus által mi is hogyan tudunk szeretni másokat. Szóval azt látjuk, hogy amikor az Istennek az igéje újjászül bennünket, akkor tud létrejönni bennünk új élet. Nagyon érdekes, hogy azt olvastuk ugye a 2 Timóteus 3-ban, egy pillanatra visszalapozunk oda. Tehát a 2 Timóteus 3-ban, amikor Pál apostol Timóteust bátorítja arra, hogy ragaszkodjon a Szentíráshoz, hogy már gyermekkorod óta ismered a Szentírásokat is, amelyekből megértheted, hogy az üdvösség a Krisztus Jézusba vetett hit által érhető el. Azt mondja, ismered az írásokat, amiből megértheted, hogy az üdvösség a Krisztus Jézusba vetett hit által érhető el. Nagyon fontos dolog az, hogy azt olvastuk itt ebben a fordításban is, itt az 1 Péter 1-ben, hogy az Istennek az igéje örökké megmarad. Azt mondja a Biblia, hogy élő és örökre megmarad. A János 10-ben azt mondja Jézus, amikor megvádolják őt, hogy ő egynek nevezi magát az atyával, hogy az Istennek az igéje az sérthetetlen és felbonthatatlan. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Istennek az igéje sérthetetlen és felbonthatatlan. És az Istennek az igéje, az Istennek az írott igéje, ami itt van a kezedben, amit nap mint nap tanulmányozhatsz, ami a tiéd, amiből életet meríthetsz, az teljes egészében összhangban van az Istennek az írott igéje, az Istennek a testélet igéjével, azaz Jézus Krisztussal. És amikor az Istennek az igéjét tanulmányozod, akkor a törvény is, és mindaz, amit abban olvasol, Krisztusra vezérlő mestered lesz. És amikor az igén keresztül megismered a Krisztust, amikor megismered, felfogod azt, megérted azt, hogy mi történt a kereszten, akkor ez hoz létre benned egy isteni életet, egy új életet. És ez az élet nem arról szól, hogy tudod magadat szeretni,
hanem hogy Isten hogyan szeret téged, és hogy hogyan tudod te a másikat szeretni ezzel a krisztusi szeretettel. Ugye úgy fogalmaz itt ez a fordítás, hogy szeressétek egymást szívből megfeszülten. Szívből megfeszülten. Ez egy nagyon jó kép. És tudjátok, az van, hogy nap mint nap belekerülünk egy csomó olyan szituációba, egy olyan helyzetbe, amikor döntést kell hoznunk. Hogy melyik úton indulunk el. Hogy saját magunk szeretetének az útjára tesszük rá a lábunkat, vagy pedig a krisztusi szeretetnek az útjára. És az én életemben is vannak ilyen pillanatok. Nagyon nagy egóm van. Lehet, hogy nem vagyok ezzel egyedül, de van. És sokszor nehéz ezt megtenni. De amikor hagyom, hogy az Istennek az igéje, a Jézus Krisztusról szóló beszéd hasson rám, akkor ez képessé tesz engem arra, hogy egy új életet éljek, hogy egy más típusú életet éljek, hogy egy valódi életet éljek. Azt mondja a 2 Timóteus 3, hogy akik a kegyességnek a látszatát ugyan megtartják, de annak az erejét megtagadják. És a kegyességnek az ereje az, amikor te új életet tudsz élni, amikor te egy krisztusi életet tudsz élni, amikor a döntéseid nem saját magadról szólnak, hanem Krisztusról szólnak, amikor a döntéseid arról szólnak, hogy hogyan tudsz krisztusi életet élni. Azt mondja itt az 1 Péter 1-nek a 25. verse, hogy mert minden hús olyan, mint a fű, annak minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Elszárad a fű, lehull a virága, de az Úr beszéde pedig örökre megmarad. És figyeljetek, ez az örökké megmaradó beszéd pedig ugyanaz, mint amelyet nektek örömüzenetként hirdettek. Tehát mit mond a Biblia? Hogy ugyanaz az az örökké való ige, mint az az örömüzenet, amit hirdettek nektek. És mi az az üzenet, amit hirdettek nekünk? Hogy Krisztus meghalt értünk. Hogy Krisztus áldozatot hozott értünk, hogy Krisztus önmagát adta értünk, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. És ez az örömüzenet. És ez az az ige, ami örökké meg fog maradni. És ez az az ige, ami örökké való változásokat, maradandó változásokat tud létrehozni a szívünkben. Szeretnék most visszakanyarodni a 2 Timóteus 3-nak a végéhez. Ugye Pál apostol itt Timóteust bátorítja, hogy használja az igét, és úgy fejezi be, hogy Istentől származik az egész írás, amely hatékonyan használható tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogy hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen, minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára. És figyeljetek, mert van folytatás. Azt mondja 2 Timóteus 4. Timóteus, ezt a parancsot úgy adom neked, mintha Isten és Krisztus Jézus előtt állnánk. Mert Krisztus Jézus ítélni fog élők és halottak felett, és visszajön, hogy királyként uralkodjon a földön. Tehát azt parancsolom neked, hogy hirdesd Isten üzenetét az embereknek, akár kedvező, akár kedvezőtlen a helyzet. Győzd meg, igazítsd helyre, bátorítsd, figyelmeztesd és tanítsd őket nagy türelemmel. Azért írom ezt, mert eljön az idő, amikor már hallani sem akarják többi az egészséges tanítást. Inkább olyan tanítókat keresnek majd maguknak, akik azt fogják mondani, amit a közönségük hallani szeretne. Akkor az emberek elfordulnak az igazságtól, és inkább a kitalált misztikus történetek és legendák érdeklik őket. Te azonban őrizd meg a józanságodat, és bármilyen nehézséggel kell szembenézned, viseld el. Hirdesd az örömüzenetet, és kitartóan végezd mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten rád bízott. Tehát azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy használja az igét. Hogy bátran használja az igét, és hogy ragaszkodjon hozzá, és hogy ragaszkodjon az igazsághoz. Ebből a felolvasott szakaszból is szeretnék néhány fontos dolgot elmondani nektek. Először is azt, hogy Pál azért mondja Timóteusnak, hogy éljen az igének a hatalmával és az igének az igazságával, mert Krisztus Jézus ítélni fog élők és halottak fölött, és visszajön, hogy királyként uralkodjon a földön. És itt érünk el oda, hogy a trónoknak a harcáról beszéljünk. Ez egy komoly döntés. Amikor úgy döntesz, hogy a te életedben nem az lesz, amit te akarsz, hanem az lesz, amit Isten akar. Amikor
úgy döntesz, hogy a te életedben Jézus Krisztus fog uralkodni. Amikor átadod az életed fölött a kormányzást Jézus Krisztusnak. Ez egy nagyon komoly döntés. Ez egy lemondás. Ez egy lemondás a trónról. És azt mondod, hogy nem én leszek a király, hanem más lesz a király. Jézus Krisztus lesz a király. És az a reménységünk, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni úgy, mint király. És amikor ő visszajön, akkor valóban béke és biztonság lesz a földön. Ő tényleg a békességnek a fejedelme lesz. Ő tényleg igazságosan fog uralkodni. És amikor azt mondjuk az embereknek, hogy elközelített hozzátok az Istennek az országa, akkor valójában azt hirdetjük, hogy van lehetőséged már most belépni egy olyan uralkodásba, egy olyan országba, ahol Krisztus van a királyi trónon. Ahol lemondasz a saját akaratodról, és ahol Krisztus uralkodik. Egy olyan király, aki meghalt, meghalt az alattvalóiért. Aki példát mutatott. Akinek az élete nem arról szól, hogy eszméket és ideológiákat gyárt, és fiatalokat toboroz, akiket utána halálba küld a saját igazságáért. Hanem egy olyan király, aki elől ment és letette az életét. Aki azt mondta, hogy az én uralkodásom erről fog szólni. Arról, hogy szeretjük egymás képmutatás nélkül, feltétel nélkül. És készek vagyunk áldozatot hozni a másikról, másikért. Amikor ez a királyság nem arról szól, hogy én vagyok a középpontban, és én ülök a trónon, hanem ott a trónon egy olyan király, aki tökéletesen bemutatta a szeretetnek a maximumát. Mert azt mondta Jézus, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja az ő barátaiért. És ezzel szeretnélek titeket bátorítani, hogy ezt a királyságot várjuk, de nem csak várjuk, hanem amikor Jézus befogadtad az életedbe, és amikor Jézus Krisztusnak a követője vagy, akkor már benne vagy az Istennek az országába, ahol Krisztus uralkodik. Ahol nem arról szólnak a dolgok, hogy hogy lesz nekem egyre jobb és egyre jobb, hanem ahol tudok szeretni. Ahol megtapasztaltam az Istennek a szeretetét, az Istennek az élete bejött a szívembe, és ez képesített arra engem, hogy én is másokat szeressek. Aztán azt mondja még Pál Timóteusnak, hogy... Tehát azt parancsolom neked, hogy hirdesd az Isten üzenetét az embereknek, akár kedvező, akár kedvezőtlen a helyzet. És azt is mondja, hogy azért írom ezt, mert eljön az idő, amikor már hallani sem akarják többi az egészséges tanítást, inkább olyan tanítókat keresnek majd maguknak, akik azt fogják mondani, amit a közönségük hallani szeretne. Ez egy nagy kísértés. Szerintem a kereszténységre nagy mértékben jellemző a szórakoztatás. Tehát nagyon nagy csapda nagyon sok keresztény szolgáló előtt, legyen az igehirdető vagy zenész, hogy szórakoztassa a közönséget. Egész érdekes ez a fordítása, hogy fogalmaz, hogy akik azt fogják mondani, amit a közönségük hallani szeretne. És ez egy nagy kísértés. De azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy te ne legyél ilyen. És szeretném nektek elmondani újból, amit talán a táborban is elmondtunk, hogy az Istennek az igéje az nem egy eszköz, hogy bennünket szórakoztasson. Az Istennek az igéje nem egyszerűen egy eszköz arra, hogy nekem jobb életem legyen, hanem az Istennek az igéje egy abszolút igazság, amihez minden fog igazodni. És az Istennek az igéjétől nem lehet eltérni. Az Istennek az igéje felbonthatatlan és sérthetetlen. És az Istennek az igéje nem egy kiszolgáló eszköz arra, hogy én még boldogabban el tudjam tölteni itt a földi életemet, de ugyanakkor meglegyen az a biztonságérzetem, hogyha meghalok, akkor se lesz nagy baj. Hanem az Istennek az igéje egy abszolút igazság, amit hogyha hirdetünk, akkor az elkezd uralkodni. Azt olvastuk az 1 Péter 1-ben, hogy az Istennek a beszéde az élő. Az egy élő valóság. Ha megnézitek, az Ószövetség teli van olyan idézetekkel, amik úgy kezdődnek, hogy és szólt az Úr igéje, X-hez és Y-hoz. Az Istennek az igéje él, az Istennek az igéje beszél, az Istennek az igéje szól, és működik, és hat. Azt mondja a Biblia, hogy az Istennek a beszéde élő és hatékony, hatásos arra, hogy egy embernek az életét megváltoztassa. Az Istennek az igéje nem varázsige, amit használok arra, hogy az Istennek az igéje véghez vigye azt, amit én akarok. Hanem az Istennek az igéje kijelenti az Istennek az akaratát. Hogy mit akar Isten? Mert Istent helyezi a trónra, Krisztust helyezi a trónra. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, egy óriási kísértés a számunkra, hogy úgy prédikáljunk, hogy szórakoztatva legyen a közönség. Hogy lehetőleg ne frusztrálódjon, hogy ne érezze azt, hogy meg kell változnia. Hogy csak odáig jutunk el az igehirdetéseinkben, hogy valaki arra gondol, hogy haza kell mennem és új életet kell kezdenem, az még nem elég. Benne kell, hogy legyen az a reménység, hogy Isten szeret téged és meg fog változni az életed.
De az Istennek az ige hirdetése az nem arról kell, hogy szóljon, hogy szórakoztassuk az embereket. Egyszer prédikáltam valahol, és utána valaki azt mondta, hogy odajött, és azt mondta, hogy nagyon jó volt, csak az volt a baj, hogy nem volt humoros. Hogy nem tudtunk nevetni közbe. Jobb lenne, hogyha többet tudnánk nevetni közbe, akkor jobb lenne az ige hirdetésed. És akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy hát minden ige hirdetésben azért legyen egy-két poén, hogy az emberek jól érezzék magukat, vagy legyenek megható pillanatok, amikor az emberek sírnak, és emlékezni fognak arra az ige hirdetésre, hogy milyen jót sírtunk. Mint egy romantikus filmen, amikor elmennek a nők a moziba, bekészítenek ilyen százas papírzsebkendő csomagokat, mert el szeretnének menni, és szeretnék egy kicsit a szelepet kiengedni, hogy sírjanak egy jót. Levezessék a feszültséget. De az Istennek az igéje ennél sokkal több. Az Istennek az igéje egy abszolút igazság. Az Isten akaratát jelenti ki, ami megváltoztatja az életedet. Ami bevisz téged az Istennek az országába. Ami bevisz téged az Istennek az uralma alá. És ami egy örökkévaló életbe visz be téged. Azt mondja az ige, hogy a test, hogyha a testedet akarod kiszolgálni, akkor fontos, hogy tudd, hogy ez az egész el fog rohadni. Ez egy rothadó magból született, és nincs jövője. De az Istennek a beszéde megmarad örökké. És egy ilyen királyságot várunk, egy ilyen uralkodást várunk. És amit még itt újból el szeretnék mondani, ugye azt mondja a 2 Timóteus 3-nak az elején Pál az egyházról, az utolsó idők egyházáról, akik mindig új tanításokat keresnek. De nincs új tanítás, ezt újból szeretném hangsúlyozni, nincs új. Krisztusban megjelent az életnek az igéje. Jézus Krisztusban megjelent minden, amire szükségünk van. És mi ezt újból és újból fel tudjuk fedezni. Újból és újból vissza tudunk ide térni. És ez a visszatérés arról szól, hogy az életem nem azt a célt szolgálja, hogy én szórakozzak és én jól érezzem magamat, hanem ahogy a Krisztus odaadta az életét, miértünk, ugyanúgy én is ebből a szeretetből élhetek. Megfeszülten tudom szeretni az én embertársaimat, képmutatás nélkül, valódi módon. Szerintem nagyon sok szeretet van az egyházban, és rengeteg képmutató szeretet van az egyházban, ami nem valódi. De amikor a Krisztus keresztjéről a Szent Szellem bizonyságot tesz a szívedben, akkor valódi módon fogod szeretni az embertársaidat. Nem tudsz más csinálni. Amikor megérted, hogy Isten neked mennyit megbocsátott, akkor nem tudsz nem megbocsátani. Akkor nem tudsz haragban maradni a másikkal, hanem akkor egy cél vezérel, hogy a Krisztusnak az uralma, a Krisztusnak a királyi széke ott legyen annak a másik embernek az életében is. Szeretnék még végül néhány gyakorlati tanácsot adni nektek. Nem tudom, hogy mennyire volt ez számotokra érthető, de a cél az, hogy kedvet kapjatok ahhoz, hogy az Istennek az igéjét elővegyétek. Benne van minden létfontosságú vitamin, amire neked szükséged van. Nem kell különböző szakácsokhoz járnod, akik főznek, kutyulnak mindenfélét. Ebben a kapszulában benne van minden, amire szükséged van. Csak tanulmányoz, csak vedd elő. Nem marad már talán arra idő, csak gondoltam a Ritát, megkérem, hogy mondja el, hogy amikor ő megtért, akkor mit jelentett számára az Istennek az igéje. Van kedved elmondani? Gyere! Biztos, hogy ti is ilyen történeteket tudnátok mondani, de akkor szeretném a Ritát megkérni. Tényleg csak pár szóban, és amikor Attila mondta, hogy beszéljek az igével való kapcsolatra, akkor rá is irányította a figyelmet, hogy arra a valóban egyik legintenzívebb életszakaszomra, amikor igazából pár mondatban az életszituációt elmondom. 1999-et írunk, tehát jó régen volt. Főiskolai szorgalmi évet zártam akkor, amikor megtértem. Tehát gyakorlatilag egy vakáció követte, és ez azt predesztinálta, hogy én hazautazom Budapesttől távolra, és gyakorlatilag aki hívő ember engem körülvett, akkor hát nyilván Attila, meg az a közösség, ahol megtértem, az úgy megszűnik az életembe. Tehát amim volt az a hit, ami tényleg valóságos volt, és megtapasztaltam a megtérésemkor, volt egy Bibliám, és volt egy ilyen, úgy hívtam, hogy best of dicséretek, amit még akkor kazettán Attila összemásolt nekem párat, és akkor azt vittem magammal. És az egész akkor életünkben épp egy olyan szakasz volt, hogy az én szüleim, és tényleg csak szeretetből, de nem nagyon örültek ennek a döntésemnek, mert féltettek, nem tudták, mibe csöppentem, és hát
elég ilyen tiltó listára került ez az egész mizéria. Akkor még nem volt mobiltelefon, maradt a vonalas telefon, de otthon nem telefonálhattam, hanem egy pár utcával kijebb ilyen érmés potyogtatós telefon, ami ugye az is leszűkült a lehetőségek tárháza, és maradt a levelezés. És tehát ebben az időszakban, és tényleg arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy nem volt semmi más, csak az éhes szívem, és azt, hogy az Úr megtartson, és ő megtartott, mert igazából más nem csináltam ezekben a napokban, jó hosszú időszak volt, egy egész nyári szünet, reggel, délben, este, éjjel, mindig Isten igéjét bújtam, szüleim legnagyobb megdöbbenésére, és hát böjtöltem, és minden olyan dolgot, amit ugye a kezembe, mint csomagot átadott Attila, hogy mit tehetek azért, hogy felépüljek, azt használtam. És ez tényleg az Úr dicsősége, mert én csak egy éhes szív voltam, és ő megtette. Ami egy igét, nem baj, hogyha egy igét is olvasok? Ha már szót kap. Azt mondja az Úr, hogy én vagyok a jó pásztor, és gondot viselek a juhaimra. Ismerem őket, ahogyan az Atya ismer engem. Juhaim is ismernek engem, ahogyan én ismerem az Atyát. Az életemet adom a juhakért. Ez olyan érdekes, hogy úgy ismerjük mi, mint ahogyan ő az Atyát. Tehát akkor én egy újszülött voltam, aki még igazából csak keresgél Isten hangját. És mégis szólt, és felépített, mert Isten igéje egyszerűen élő és ható, és egyszerűen elér a szívig, és felépít, és óriási bizonyságok történtek akkor a nyáron, és egyrészt felépült tényleg a hitem, és megerősödött. És két dolgot emelnék ki, ami még egy ilyen kapaszkodó volt, kapocs, hogy mégis Budapestre felutazhattam. Volt egy esküvő, az pont júliusban, tehát eltelt egy hónap, és akkor júliusban volt egy esküvő, amire hát egyértelmű volt, hogy nem jöhetek föl. És akkor böjtöltem, imádkoztam, valamilyen csoda folytán, mégis följöhettem, hatalmas áldás volt találkozni újra testvérekkel, és magamba szívni megint ezt a hát Isten szellemét és a közösséget, és aztán megint haza. Aztán egy újabb akció jöhetett az augusztusi gyülekezeti táborért, és hát abban nem titkolt szándékom volt, hogy ott akár be is merítkezhetnék. És egyébként anyáék, amikor látták, hogy böjtölök is, hát azon is meglepődtek. Először úgy mondtam, hogy méregtelenítek, meg nem tudom, együtt méregtelenített a család, aztán nyilvánvaló lett, hogy ez böjt, és szellemi okok is vannak mögötte, és az volt a legnagyobb dolog, hogy augusztusban ez a gyülekezeti tábor előtti héten, vagy napokban anya így kijelentette, hogy kislányom, azért se fogsz elmenni a gyülekezeti táborba, hogy tudd, hogy nincsen ereje annak, ami, tehát az imának is a böjtnek, de aztán valamilyen csoda folytán mégiscsak eljutottam a gyülekezeti táborba, és ők, tehát nyilván a szeretetük az, hogy meg hát Istennek a munkája, hogy mégis eljutottam, és hát hatalmas áldások voltak. Az egészből azt húznám még alá, hogy egy olyan isteni tökéletes tervbe vagyunk benne, hogy szükség van a közösségre, az ige hirdetésre, a házi csoportokra, a kisebb közösségekre, az együtt közösen való dicsőítésre, az együtt való imádkozásra, de kihagyhatatlan, és az életednek az a legfontosabb és legalapvetőbb bázisa a te személyes magán életed az Úrral ott, hogy a pásztor hangját halljad meg minden nap. És ez egy teljesen ez egy valóságos dolog, és élni kell vele, és éljetek is vele. Köszönjük szépen! És így van, és azért kértem a Ritát, hogy mondja el ezt a történetet, mert hogyha visszagondoltok arra, amikor megtértetek, szerintem ti is el tudjátok mondani azt, hogy reggeltől estig bújtátok a Bibliát, igaz? De ez nem unalmas. És higgyétek el, hogy új élet, ahogy mondtuk, nincsen az Istennek az igéje nélkül. Szükségünk van rá. És arra gondolunk, hogy mi várhat ránk, még mi várhat a gyerekeinkre. Én bennem, mind a mellett, hogy van talán egy pici félelem is, van bennem egy nagyon reményteljes várakozás, hogy Isten talán fölkapcsolja nekünk a villanyt, és visszakanyarodunk olyan alapvető igazságokhoz, amik mellett nem lehet elmenni. Hogy szükségünk van az Isten igéjére. És szükségünk van arra, hogy az Istennek az igéje átmosson bennünket, hogy életet hozzon belénk, hogy tápláljon bennünket, hogy egészséges keresztények legyünk, akik teli vagyunk hittel. Azt mondja a római levél, hogy a hit a hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Nem fogsz tudni hinni, hogyha nincs közösséged az Istennek az igéjével. De az Istennek az igéje, ami Krisztusról szól, és ami Krisztusnak az uralkodását hozza el, és ledönt minden más trónt, az az Istennek az igéje által jön létre. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Szeretnék még ezzel kapcsolatosan csak néhány tanácsot adni még.
Az egyik, amit már mondott a Laci is, hogy gondolkodjál az igén. Amin gondolkodsz, folyamatosan úgy fogsz élni, úgy fogod élni az életedet. Hogyha ponyvaregényeket olvasol, hogyha nem károsztatok senkit, teleregényeket nézel a televízióban, vagy ki tudja milyen filmeket a YouTube csatornán, nem akarok tippeket adni senkinek, akkor amin gondolkozol, amit látsz, amivel táplálkozol, az fogja meghatározni az egész életedet. És egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az Isten igéjén gondolkodjál. Ez nem egy kötelesség, ez egy lehetőség. Ez egy hihetetlen nagy lehetőség, hogy egy sokkal magasabb rendű életet éljél. Ami nem a testről, nem a húsról szól, hanem az örökkévaló valóságról. A másik dolog, amit szeretnék neked tanácsolni, hogy tanulmányozz az Istennek az igéjét. Nagyon fontos, hogy belemerülj az Istennek az igéjébe, és tanulmányozz. Nagyon jó dolog. Nagyon el vagyunk kényelmesedve. Ez a világ annyira szórakoztat bennünket, hogy sokszor az ujjunkat nem akarjuk mozdítani bármiért is, ami nem pottyan az ölünkbe. De fontos, hogy az Istennek az igéjét tanulmányozzad. De még hogyha úgy érzed, hogy nincs is arra türelmet, hogy tanulmányozz, akkor csak szeretném itt a reklámnak a helye, akkor kapcsold be a napi hangzó Bibliát. És hallgass naponta az Istennek a beszédét, és akkor a Görbis Tamásod fog kommenteket fűzni hozzá neked, és ez egy jó dolog. Mondok nektek valamit, amikor gyerek voltam, akkor a nagyszüleimnek gyakorlatilag ugyanaz volt, mint a napi hangzó Biblia, csak meg volt előre írva. Ilyen kis könyvekbe. Volt egy ilyen, hogy Isten ígéreteinek tárháza, meg Isten műhelyében, meg ehhez hasonlók, és minden napra volt egy ige. És a nagyszüleimnek legalább volt 3-4 ilyen könyvük. És mindig, minden reggel legalább 2 elolvastak az aznapra vonatkozó részt, meg este, és velünk olvastatták föl. És volt egy fél óra, egy óra, amíg összeült a család, és azt végig kellett hallgatni. És akkor úgy éreztem, hogy hát ez miért nem az, hogy mindenki elmegy a maga csendességébe, és akkor keresi az igét. Ilyen előre gyártott konzervekkel táplálkoznak ezek az emberek. És most, tudjátok, amikor hallgatom ezt a napi hangzó Bibliát, fölértékelődik bennem ez az egész. Hogy Isten még arra is kész, hogy oda rakja neked a konzervet, érted? Csak ki kell bontanod a konzervnyitóval, és megkajálnod. El se kell készíteni. Bedobod a mikróba, fölmelegíted, és megeszed. És jó, lehet belőle épülni. Ennél már csak az a nagyobb dolog, és azt táplál jobban, amikor te magad rádöbbensz igazságokra. De az első lépés az, hogy valahogy legalább kapcsolatba kerülj az igével, és használjátok ezt. Ezek nagyon jó lehetőségek. És még egy dolog, hogy a legjobban akkor tanulja az ember az igét, amikor tanítja. És lehet, hogy azt mondjátok, hogy nincs lehetőségetek arra, hogy gyülekezet előtt prédikáljatok. Vagy még arra se, hogy házi csoport előtt prédikáljatok. Szeretnék egy alapvető bibliai igazságot elmondani, amit biztosan tudtok, hogy minden család egy gyülekezet. És ebben nekem is fejlődnöm kell. Az elmúlt héten szabadságon voltunk, amire a koronát azt tette fel, hogy az utolsó nap a Janka lányom bemerítkezett. És ez egy nagyon nagy dolog volt, és egy nagyon nagy öröm volt. És az egyik legjobb dolog, amit ebben az egészben, hát ez kicsit rosszul élveztem, de ami a legjobb dolog volt, amikor leültünk a Jankával, és körülbelül 1,5-2 óra hosszán keresztül átbeszéltük az összes igét, ami a bemerítkezésre vonatkozik. És egy hihetetlen nagy öröm volt, hogy a gyerekemet taníthatom az Istennek az igéjére. És azt megtapasztalni, hogy fogékony erre, és érdekli, és látni azt, ahogyan az ige hat rá. És ez azért jó, mert amikor tanítod az Istennek az igéjét, akkor benned megelevenedik újból. És rád is hatással van, és a hitedet megújítja. Úgyhogy szeretélek titeket bátorítani, családapák, családanyák, hogy ti is az Istennek a papjai vagytok. Azt mondja a Biblia, hogy királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe. És ez egy lehetőség. Tanítsátok, hirdessétek az igét. Beszélgessetek róla. Nagyon sok mindenről össze tudunk jönni, és tudunk beszélgetni. És néha úgy érzi az ember, hogy egy keresztény társaságban is kínos az Isten igéjéről beszélgetni. Ciki. De ez nem kell, hogy így legyen. De miről beszélgessünk, ha nem az örökkévaló dolgokról, amiben a valódi élet van. Úgyhogy bátorítalak titeket, hogy használjátok ezeket a dolgokat, és éljetek ezekkel a lehetőségekkel. Biztosan láttatok már olyan műsort, olyan tévéműsort, ami a főzésről szólt. És végignéztetek egy ilyen műsort, és egy szakács ott csinálgatta finomabbnál finomabb ételeket, főzögette,
És ennek az lett a következménye, hogy megjött az étvágyatok, és kimentetek a konyhába, és jobb bezaváltatok. Ennek a mai igehirdetésnek valójában ez lenne a célja. Nem tudom, hogy mennyire sikerült ezt elérnem. De az a szívemnek a vágya, hogy menjetek haza, és szedjétek szét a Bibliátokat. Hogy kezdjétek el olvasni. Hogy ismerjétek föl, hogy előrefelé tudunk menekülni, és az, ami helyreállítja az életünket, ami valódi hitet hoz létre bennünk, az az Istennek az igéje. És az Isten igéjéhez való ragaszkodás. Az, hogy tiszteljük az Istennek az igéjét, hogy megéljük, hogy tanulmányozjuk, hogy olvassuk, hogy engedjük, hogy hasson ránk. Ez nem egy opció, ez nem egy életbölcsesség, ami vagy bejön, vagy nem jön be, ez az Istennek az abszolút kijelentett igazsága. Úgyhogy arra bátorítalak titeket, hogy döntsétek le az egót a trónról, vagy engedjétek, hogy Krisztusnak az igéje ledöntse, és helyezzétek őt oda a trónra.